Készfertőtlenítés után léphettek be az érettségiző diákok a Mosó-Magyaróvári Piarista iskola épületébe. A maszk viselése is kötelező, de legalább különleges szelfi készülhet. Egy teremben legfeljebb 10 diák tartózkodhatott, így az udvaron tartotta az eligazítást az igazgató atya. A terembeosztás az a tegnapihoz hasonló, hogy akkor az első terem diákjai menjenek föl. Természetesen minden védőeszközt megkaptunk, minden diák kap szájmaszkot, a védőfelszerelések készen állnak a tanárok számára is, ők kapnak gumikesztyűt és szájmaszkot is, illetve az épületbe való belépéskor, illetve a tanterembe lépéskor tudják a diákok, tanárok a kezüket fertőtleníteni. Mi azt tapasztaltuk, hogy nyugodt körülmények között zajlott az érettségi. A diákok alapvetően a felkészülésüknek megfelelően részt tudtak venni a vizsgákon. Nem volt különösebb fennakadás, sőt azt lehet mondani, hogy jól elő volt készítve minden, tehát teljesen nyugodt körülmények között zajlott le az érettségi. Különleges időszak, ünnepe a gimnáziumi éveknek, amikor a tudásukkal a gyerekek számot adhatnak. Azt tapasztaljuk, hogy ez mindig különleges a diákok életében. Ők talán nem is érzik, hogy ez mennyiben más az előbbiektől, hiszen általában azért a diákok egyszer érettségiznek. Mi azt látjuk, hogy nagyobb készületet igényel az iskola részéről, de úgy tapasztaljuk, hogy ez mindenféleképpen teljesíthető. Sok segítséget kaptunk a kormányzati szervektől, és minden idejükben megérkezett, tehát nyugodt munkával elő tudtuk készíteni a vizsgákat. A második nap a matematika vizsga ideje. Minden reggel némi izgalommal telik, hogy milyen feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak. Reménykedek benne, hogy könnyű lesz azért, de hát egy 4-esnek azért meg kell lennie. Könnyű feladatok, érthető feladatok legfőképpen. Balázs angol történelem szakra készül. Szerinte könnyebbség, hogy nem kell külön szóbeli vizsgát tenni. Valahol nehezíti, valahol könnyíti, de úgy gondolom, hogy összességében könnyíti, mert nem kell azt a rengeteg szóbeli tételt még egy hónapra rá megtanulni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérjen Szentlélek, Úristen, igazság és szeretet lelket, adj nekik jó lelket, kedvet, szorgalmat és kiváltást, ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Minden reggel közösen imádkoztak a piarista diákok a vizsga megkezdése előtt. A központilag összeállított feladatlap kitöltésére középszinten 3 óra áll a diákok rendelkezésére. Ez pedig már az 5. nap, azaz a német érettségi ideje. Általánosságban a jogszabály lehetővé teszi, hogy előrehozott vizsgát tegyenek a diákok, így sokan már előző években megszerzik a nyelvi érettségit. Így kevesebb végzős vesz részt a nyelvi vizsgákon. Idén erre nem volt lehetőségük az alsóbb évfolyamon tanulóknak. Ez az a kistérség, ahol több német nyelvet tanuló diák van, mint angol nyelvet tanuló, bár ez az elmúlt időszakban kicsit változott, de valóban több németül tanuló és németből vizsgázó diákunk van. És az is igaz, hogy nagyon sok előrehozott vizsgát tesznek, érettségi vizsgát tesznek a diákjaink. Idén is többen szerettek volna, vagy 20 előrehozott vizsgát tenni, és ebben a vizsgázó csoportban is nagyon sokan vannak, akik már az előző években megszerezték németből, angolból vagy más nyelvből az érettségi vizsgájukat. Az érettségi első hetének végén már fellélegezhetnek a diákok, a nehezén már túl vannak. A kötelező tárgyak, mint a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem és a választott nyelv írásbeli vizsgáival a 2019-2020-as nevelési évben szinte már be is fejeződik az érettségi. Olyan volt, amire számítottam, sokat készültünk az iskolában, és mellette is. Legjobban a matektól és a töritől féltem, de ahogy éreztem, azért ez is remélhetőleg jól sikerült. Idén csak írásbeli vizsgákat tartottak, bár például Benyámin, aki testnevelésből érettségizik, és akik a hittant választották, azoknak lesz szóbeli is. A felkészülés viszont nem volt szokványos, mivel az iskolai keretek között nem lehetett találkozni, az online térben kellett felkészülni. Több volt a lehetőség, és a interneten keresztül azért a kapcsolatot jól tudtuk ápolni, és egész jókat
tanultunk így is együtt az osztályjal. Mindenkinek emlékezetes a saját érettségie, mindenkinek van egy története, de talán a világháború óta az idén maturáló diákoknak kellett a legkülönlegesebb körülmények között megérniük.